Most képzeld, mennyivel többet kell vasalni egy ekkora ruhán. Olyan családból származom, ahol mindenki telt. Én is az voltam, mindig dundi kislány voltam. Aztán nagyobb lánynak is dundi maradtam, sőt egyre dundibb. Töreki Katalin énekkari művész épp a heti penzumát teljesíti. Hetente 3x 10 kilométert fut. 7 éve az opera vizsgáján László Boldizsár partnereként Szánticcát énekelte. A sikeres vizsgához azonban egy kellemetlen emlék is tapad. Csináltatni kellett, hogy jól is érezzem benne magam, hogy az akkori valómat önbizalommal állítsam a színpadra. Az óriási nagy, egybeszabott kaftán az győzött. Ma már 3x is beleférne akkori jelmezébe. Azóta ugyanis 56 kilótól szabadult meg, és ezzel ő a társulat fogyó rekordere. A ruha pedig hamarosan hozzáidomul. A teljes szétszedés vár rá, hogy a gyönyörű szép anyagából mostani valómra valami okosat kitaláljuk. Ám a túlsúly nem csak a hölgyeknek okoz problémát. Dékán Jenő operaénekesnek is meggyűlt a baja a színpadi jelmezekkel. Ő 140 kiló volt, amikor 6 éve az operatársulatának tagja lett. Pontosan emlékszem rá, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor debütáltam itt az operaházban, Verdi Falstaffjában, Dr. Caiusként, akkor borzasztó fejtörést okozott az öltöztetőknek, hogy mivel beugrás volt, honnan kerítsenek hirtelen rám ruhát. Azért nyilvánvaló volt, hogy ez nem tartható sokáig, mert egészen illúzióromboló, hogyha egy színpadi énekes az elfogadhatatlanul néz ki. A túlsúly az énekesek szereplehetőségeit is jócskán befolyásolhatja. Katalin például hiába is álmodott a hangneméhez illő szóló szerepekről. Próbálkoztam. Az ember látja magát, látja a gátjait. Ahogyan a hangom szoprán vagyok, egy Spinto Fach Béli Spinto szoprán, ami ifjú szint jelent, nem igazi drámai szoprán. Ám de alkatilag anyányi termetű, drámai jelenség voltam, elvárták tőlem azt a szerepkört, illetve azt hitték el. Nem volt illúziókeltő egy bájos Norina 100+ fölött. Még ma is él az a téves elgondolás, hogy a nagy hanghoz nagy testre van szükség, és ha egy énekes elveszti a túlsúlyát, elveszti a hangját is. Katalina bizonyíték arra, hogy ez nem így van, sőt a hangja csak még jobban kiteljesedett. Tóma is, menjél vissza! Korábban az Opera Café adásában láthatták őt, még félúton a teljes fogyásig, egy hangképzés órán. Majd 2018 nyarán a balatonfüredi színpadon. Bele is kapaszkodtunk, nagyon élveztem, mert így a fölfelé éneklés, a magasságok egyre könnyedebbé és kényelmesebbé váltak. Dékán Jenő is aggódott a hangja miatt, de más okokból. Az ő fogyókúráját egy endokrinológus segítette, aki gondosan ügyelt a hormon problémákkal küzdő énekes kezelésénél arra, hogy megóvja a hangját a változásoktól. Felderített nálam 4 különböző biológiai problémát, amiket elkezdett kezelni, és lám a testem erre gyönyörűen reagált, mert megszabadult ettől a késztetéstől, ami 20 éve gyötört, hogy raktározzon. Egy ekkora súlyt leadni elsősorban a táplálkozás átalakításával lehet elkezdeni. Hiába mondják, ó, fuss, tornáz! Nem bírja a térded az ökkenést. Én megpróbáltam. Borogattam a jobb térdemet sokáig, mert ezeket a terheket az ízület még nem bírja. A tenor most mínusz 36 kilónál tart, azonban nagy súlyvesztését a bőre nem tudta követni. Sajnos szükségem volt különböző plasztikai beavatkozásokra, mert hiszen a bőröm ki volt nyúlva egy ilyen borzasztó fogyás után az ember lóg, és ezek a műtétek, ezek megviselték a szervezetemet. Bizony voltak olyan időszakok, amikor műtét után szinte közvetlenül kompressziós ruhában kellett színpadon teljesítenem. Természetes, hogy a társulatban merítenek egymás sikeréből, így van ez a fogyókúrák esetén is. Az énekest például inspirálta Katalin komoly kitartása. Ő folyamatosan inspirált engem avval, hogy innentől kezdve időszakonként találkoztunk, és mindig azt mondtam, hogy hű, mennyit fogytál, hű, de kisebb vagy, a francban le vagyok maradva. És ez által spannolt engem, de nagyon. Ez nagyon hálás vagyok neki érte. Katalin kitartó diétával kezdte a fogyókúrát.
Leadtam körülbelül 20-25 kilót, amikor már a testem abba az állapotba került, hogy meg tudtam moccanni. Még akkor szobán belül, mert bizony az ember szégyelli is magát. De egy napi 40 perces izzasztó, mert az hat, ami izzaszt, ebben én hiszek. Izzasztó tornával. A szoba védelméből aztán kimerészkedett a konditeremig, majd egy nyáron eljutott odáig, hogy már bátran vállalta magát. Ekkor kezdett el szabadtéren futni. A futás azóta szenvedélyévé vált. Katalin és Jenő összesen közel 100 kilótól szabadultak meg, az egészségükért, no meg egy kicsit azért is, hogy közelebb kerüljenek szerepálmaikhoz.